Na jó, indulás! A darab egy Nyíregyházáról Budapestre induló Intercity járaton játszódik. Alexandra vagyok, 17 éves. Az egész itt kezdődött tavaly a nyíregi pályaudvaron. Egy idősebb barátnőmmel szálltam fel az IC-re, a Kittivel. Előtte egy szobában laktunk az otthonba, de ő lelépett. Aztán, mikor 16 voltam, visszajött értem. Azt mondta, segít. Kihúz retekből. Egy percet nem gondolkodtam. Kiszoktam az otthonból, hogy menjek vele Hollandiába. Azt mondta, hogy a faszia bevisz minket egy ilyen puccos, elit diszkóba pultozni. Aztán persze semmi sem úgy történik, ahogy előre tervezték. A pultos munkából prostitúció lesz, mondja a darab főszereplője. Elképesztően erős ereje van, egyrészt azért, mert nagyon autentikus, tehát tényleg egy évig kutattuk a témát, szakemberekkel dolgoztunk együtt, és a gyerekek azt érzik, hogy nekik szól, és nagyon róluk szól ez a történet. Rengeteg pontjához tudnak kapcsolódni, nagyon sokan átéltek már hasonlókat. Figyelünk arra, hogy ne legyen újra traumatizálódás, tehát bevonjuk pszichológusokat, hogy kik azok, akik részt vehetnek az előadáson, és utána minden esetben van egy feldolgozó foglalkozás, ahol vizsgáljuk ezeket a például kilépési pontokat, amikre érdemes nekik odafigyelni. Mindig a ti fajtátokkal van a fajtátok, nem meg lopok is, nem ezeket is loptam, nem? Nem, mert már fel a hangot kicsi szívem, mert szólok a biztonságjának, azok úgy leraknak téged, hogy csak nézd. Igen, mert kösz, aztán lehajítom. Mondom, le lehet szállni! Hogy itt van a jegyünk az anyád úristeni, tehát kiszolgálom. Na, hogy beszélsz velem, mi? Az előadást a rendőrség is támogatja. Az ORFK bűnmegelőzési osztályvezetője azt mondta, Nyíregyházán még szomorúbb apropója van a bemutatónak. Amsterdamban azt mondják, hogy van olyan utca, amit Nyíregyház utcának hívnak, mert hogy a nyírség és az ország keleti részéből érkezett prostituáltak élnek, dolgoznak ott. Én ezt kifejezetten a holland nagykövet mondta egy hónappal ezelőtti emberkereskedelemmel kapcsolatos akció keretében, említette ezt meg. Azt kell mondanom, hogy azért harcolunk és azért dolgozunk, hogy ne legyenek ezek a sztereotípiák. Mert az egész országot is negatívabban képben festi ez fel, hogyha vannak olyan emberek, akik elmennek Európa különböző részeiben prostitúcióra, és nem önszántukból, hanem kereskedelem áldozatában beszervezik őket, és kerülnek olyan helyzetbe, amelyik számukra is megalázó, és egyáltalán tulajdonképpen ebben kell segítenünk, hogy ennek a bűncselekménynek legyenek áldozatai, és dolgozunk, hogy felismerjük azt, hogy kik az elkövetők. Tehát ezeket az embereket is ki kell szűrni a társadalomból. Ez volt a 90. bemutatója a Kávé Társulat és a Láthatáron csoport előadásának. A darab után drámapedagógiai foglalkozást is tartottak a résztvevő fiataloknak.